valahogy így indult el Strasshofba 2009. októberében a 109-109, de hogy kikkel? A főszereplők. Fábri Péter mozdonyvezető és Fice László fűtő, ha úgy tetszik a kapitány és az első tiszt. Rutinos páros, eddig gyakorlatilag minden olyan gőzmozdonyos versenyt megnyertek, ahol elindultak. Megijedt a fűtőgyakornok? Á, de hogy. Megyek a kárcserébe. Nagyon rosszul egy évvel, hogy mondjad, meg most kivisszük. Ez ilyen reggeli beavatás volt? Ez, igen, ez a reggeli beavatás volt. Nem szokott reggelizni, és ezért egy kicsit megindítjuk a bélműködését. Bár ilyenkor kicsit szeles utána egy órán keresztül, de nem baj, már elviseljük. Persze. Hát figyelj, aki délben jön, az megérdemli. No, aki eddig nem tudta milyen, az az most képet kaphatott a vasutas humorról. Hát bizony, ha valaki gyakornok és még el is késik, akkor arra bizony illik ráijeszteni. Aztán következett még egy kis reggeli, hazai lilahagyma, valamint füstölt nyelv, néhány szelet kenyér, és jött a kemény munka, mert hogy 250 kilométer várt a 109-109-re. Mivel matematikából világéletemben gyenge voltam, meg se próbáltam kiszámolni, hogy hány liter olajat, azt meg pláne nem, hogy hány liter vizet öntöttek indulás előtt a gépbe. De az biztos, hogy az előkészületek során mind a ketten eléggé csutakosak lettek. Mit kell a vezérnek ilyenkor vonat alatt csinálni? Előlányokat megnézni. Fékezőt, nyugókat, függesztéseket. Ez hány óra munka ilyenkor indulás? Rendbecsülhetően 2 óra minimum. Márpedig itt minden rendben megy. Nem is lehet vacakolni, hiszen ez egy nagyon hosszú út, és azért mégiscsak egy majd 100 éves mozdonyról van szó. Ennek ellenére, aki ide elmehet, az általában jól érzi magát. Így gondolja ezt a fiúk főnöke is. Végig saját lábán megy a mozdony? Végig saját lábán, most kivételesen semmi előfogadta, saját lábán fog menni és jönni is. És milyen állapotban van az öreg vesdered? Hát jó közepes. Mennyivel lehet ilyenkor száguldani vele? Hát elvileg 100-zal mehetne, de hát olyan 70-80-as tempóba fogunk menni. És akkor mennyi előkészítést igényel az indulás felé? Hát ez több napos előkészítés, a műhely és a mozdony személyzet részéről. Íme a bűnös. Az ő zaja miatt nem tudtunk nyugodtan beszélgetni, és nem lett elég jó a hangminőség. De mivel szép kis mozdony és rengeteget dolgozik, bocsássuk meg neki. No de bocsánatból is megártasok, úgyhogy irány vissza a kocsi szín 33-as állása. A felkészítés fontos fázisához érkezett, kitűzik a zászlókat a mozdony elejére. E megtiszteltetésben a vezérlánya Renáta részesül. Fábri Péter nem állt ellen, ő gőzmozdonyvezető lett. Peti, és miért gőzösözik valaki olyankor, amikor a dízelről nem lenne ennyi macera? Ez betegség szerintem. Komoly betegség? Hát én beleszülöttem. Azaz? Hát Peti is gőzmozdonyvezető volt, apám is. És hány éves korodban ültél először gőzösen? Hát... nem tudom. Szerintem 5-6. 4. Így valahogy. És mi a legjobb benne? Valahol mentek a gőzösön? Mi a legjobb? Döntve. Hát ezt nem lehet megmondani. Az érzés. Tudod. Nem tudom. Jó. De viszont a csinálsz, az kurva jó. Ez olyan, hogy formán is megkérdezze, miért csinálod, mert szereti. Az épp az. Sok mondták ki neked.
Nem. Hegyes után lépünk ki. Hegyes után lépünk ki. Szóval tetszenek érteni, azért jó, mert jó és kész. Aki ezt nem érti, az egyszer szagoljon be a gőzmozdony szagába. Hát, ha még lesz rá lehetősége, mert sajnos a gőzmozdonyok ideje is lejárt, de mi azért most elkaptuk a 109 indulását. És amíg a zászlót víggal lobogtatja a szél, addig megtörténik a tankolás. Persze ez a masina nem benzint vagy gázolajat kap, hanem szenet. Aztán amolyan emberbaráti segítségként még a 204-est is odahúzzák a tankolóhelyre, ez másnap indul, és kezdődhet a pihenés. A pihenés egyébként a körülbelül 4 órás munka után legalább másfél percig tart, aztán el is indul a mozdony Strasshofba. Jó utat, fiúk!